Hirtelevíziótól. Az első kérdésem azzal kapcsolatosan, hogy a Momentumos Fekete Győr András azt nyilatkozta a Heti Válasznak, hogy biztos forrásból tudja MSZP-s képviselőktől azt, hogy az MSZP kormánypárt pénzeli. Hogy micsoda? Nem értettem, amit mondtam. MSZP-t a kormánypárt pénzeli. Mármint melyik országban? Hol? Magyarországon? Tudtam, hogy lebukunk. Elmondom. Nylon zsákokba, Tesco-s nylon zsákokba, ezt ragaszkodok, hogy Tesco-s nylon zsákokba, Rogán Antal és Szijjártó Péter gyűjti össze az 5 forintosokat, és a Lázár János vezette pótos ifát megrakva, állunk oda titokban Molnár Gyula és Botka László háza elé. Ott ezeket lerakják, név szerint Galván Tivadar, egy vasgyári munkás, illetőleg Tóbiás József. Ő román nájlonbugyikba rakja át a pénzt, és így leplezik. Mindez ott áll a garázs szerelő aknájába. Amit egyébként orionos, hogy ne legyen feltűnő, réginek látszó kartondobozokkal borítanak. Ha jól emlékszem, 35.452 tonna 5 forintost szállítottunk így el. Eddig a Matolcsi fel is hívott bennünket, hogy miután nincsen több 5 forintos tartalékban, ezért az Eiffel székház esetleges értékesítésen és a vevőtől csak 5 forintosokon várja az összeg kiegyenlítését, és így tudjuk finanszírozni az MSZP-t. 100 000 tonna 5 forintosig vállaltunk garanciát. A pótosipát cseréltük egyszer egy robúrra, mert feltűnődött volna, hogyha csak pótosipára megyünk. 5 tonnás bírel egy fotós ifa. Tudtam, hogy lelepleződünk, ezért mondtam nekik, hogy gyerekek, a robúr sokkal jobb, mint a fotós ifa, illetőleg zír teherautót szereztünk be kéz alatt, mert Putyint is bevontuk az akcióba, mert Putyin felajánlott, hogy a tartalék 5 kopelykásokat átüti 5 forintosra, és akkor ezt az 5 forintos válságot is kezeli. De tudtam, hogy baj lesz belőle. Ez van. Hát akkor, ha jól értem, ezt nem. Biztos hát, jó tetszik érteni. Ezt próbálj meg valamilyen módon összerakni. A pótosifa az utolsó szóig igaz. A román nájlonbugyi, azt onnan lehet tudni, mert a Tóbiás korában foglalkozott ilyen értékesítéssel, tehát a raktárban maradt még ennyi.